szezon elején egy pici történelmi órát tartottunk közösen, és ott is azért ezeket az élményemet nekik is elmondtam, a külföldieknek is, ugye a magyar srácoknak is. A magyar srácok lehet, hogy már tudták, vagy ismertek engem, de az volt a cél, hogy mindenki megismerje, hogy tényleg mit jelent az, hogy itt a Fradiba játszani, és mit jelent ez a Fradi szív. Szeretettel köszöntöm Önöket újra Dobban a Fradi szív itt a 9.tv-n. A helyszín a Pest Erzsébeti Jégcsarnok, a vendég pedig az FTC Telekom vezetőedzője Fodor Szabolcs. Szia Szabolcs! Szia! Hol is kezdhetnénk? Talán a tyúknál meg a tojásnál. Melyik volt az előbb, a hoki vagy a Fradi szeretet? Hát legelőször a tenisz. Hoppá! Megleplek a kérdéssel, és ugye ezáltal a kérdésedre, ha válaszolnék, akkor a Fradi, mert amikor teniszeztem, én már jártam Fradi meccsekre, foci meccsekre a barátokkal és szomszédokkal. A Fradit már előtte ismertem meg, mielőtt hokiztam volna. 13 éves koromig teniszeztem, és 13 éves koromban döntöttem úgy, hogy én szeretnék váltani. És nem volt kérdés, hogy az a jégkorong lesz. Én a KSI-be teniszeztem, akkor még a KSI-nek ott volt a kis stadion mellett a teniszpályái. Ugye mint nap láttam a hokisokat, amikor még szárazon edzettek, lőpadoztak, és mindig ugye egy kósza pillantást vetettem még teniszmeccs közben is, hogy miket csinálnak a srácok. És amikor úgy döntöttem, hogy abba hagyom a teniszt, akkor egyértelmű volt, hogy jégkoronghozni szeretnék menni, akkor jött be még a Eurosporton az NHL közvetítések, szóval nagyon tetszettek a verekedések, és egyértelmű volt, hogy én jégkorongozni fogok. És ahogy említettem, akkor már én foci meccsekre jártam sokat, radi meccsekre, és ha jégkorongoztam is, nem is volt olyan sok lehetőség annó még a klubokban, de teljesen egyértelmű volt, hogy ha jégkorongozok, az csak a Fradiba lehet. És akkor a Fradi az a barátaid révén jött a képbe? Igen, a szomszédok révén ők nagy fradisták voltak, és úgy ismerkedtem meg természetesen. A nagypapám is nagy fradista volt, szóval már én így nagyjából benne voltam, de a papám akkor már nem nagyon járt meccsre, amikor én fiatal voltam, amikor már én is mehettem volna vele. De nagyon nagy fradista volt, és a szomszédaink, akikkel ugye egy új helyre költöztünk, ők folyamatosan jártak meccsre, és természetes volt nekem is, hogy akkor megyek én is velük, ugye Fradi meccs, akkor már Fradit szerettem, és értük drukkoltam, de teljesen egyértelmű volt, hogy akkor megyek velük. Egy kiváló korszakban éltél már, ami a Fradi sikereket illeti, hiszen a 90-es évek aranygenerációját gyakorlatilag végig tudtad követni. Ez egyfajta inspirációt adott? Tehát itt voltál a látókon és figyelted a csapatot? Egyértelmű, ugye lehet, hogy itt van arra válasz, hogy miért maradt el a foci, mert a jégkorong ott volt. Természetesen mi ott voltunk mindig a srácokkal a kis stadionban, a nyitott pályán mindig ott a plexi mögött álltunk, oda be tudtunk menni, mint fradi sportolók, és úgy testközelből lehetett látni a meccseket, és ott is nagyon élveztük és drukkoltunk. Ilyen rengeteg néző volt annó még a kis stadionban, és tényleg meghatározó élmény volt gyerekkorunkban, hogy ott drukkolni a Fradinak. Aztán, hát mondanám, hogy egyszer csak, de nyilván nem, mert hogy jártad végig a ranglétrád, de hogy egyszer csak bekerültél a felnőtt öltözőbe, abba a felnőtt öltözőbe, ahol még az aranygenerációnak jó néhány tagja ott volt. Emlékszel az első pillanatokra, vagy az első hetekre? Hogyan fogadtak téged? Hú, hát ez már nem nagyon. Azt tudom, hogy amikor még picik voltunk, akkor is a felnőtt öltöző mellett öltöztünk, és mindig, amikor a felnőtt csapat ott volt, akkor mi egy picit meghúztunk magunkat, hogy egy közös zuhanyzó volt, hogy a felnőttek elmennek zuhanyozni, most elég hangosak voltak természetesen, ami nyilvánvaló. Mi egy picit meg voltunk szeppenve, mindig vártunk, amikor mindenki lezuhanyozik, és utána mentünk mi. Szóval érdekes volt. Az első az öltözőben, én azt gondolom, hogy jól fogadtam, már nem nagyon emlékszem, azért elég régen volt, de azért én sem voltam egy szerény, visszahúzódó srác. Ugye azért ilyen öltözőkben picit oroszlán törvények vannak, azért ez teljesen egyértelmű. Ugye ez természetesen
pozitív is volt, és valahol ezt ki kellett érdemelni, hogy én engem így elfogadjanak, és szerintem ez elég hamar sikerült. Ugye az biztos, hogy segít ilyen helyzetekben, hogy valaki látják, hogy érdekli, meg tényleg csinálja, meg szereti, amit csinál, és megtesz mindent annak érdekében, hogy ott legyen, azt jobban befogadják azért a játékosok. Szóval nem is a nagy számok törvénye, de a sport törvényszerűsége azért az beigazolódott, és megszakadt ez a nagy sorozata a Fradinak, aztán egyre hát mélyebbre és mélyebbre sodródott sajnos a szakosztály. Ez közre játszott a váltásodban, hogy aztán elmentél Fehérvárra? Hát ugye így közvetve nem játszott közre, az egyértelmű volt abban az időben már, hogy én kint voltam Kanadában, kint hokiztam 2 évet, utána hazajöttem, és akkor már ugye, amikor kint voltam Kanadában, akkor volt meg az első évben, akkor volt meg az utolsó bajnoki cím, utána jött még egy év, és akkor ott lehetett érezni, még egy évet játszottam a Fradiban, amikor visszajöttem, ott azért lehetett már érezni, hogy a Fehérvár az kezd kiemelkedni itt a magyar klubok közül, és ott lehetett prognosztizálni, hogy ott azért komolyan, nagyon komolyan fogják a jégkorongot venni, már akkor nagyon komolyan vették, és ha valaki Magyarországon ebből szeretné élni, akkor egyelőre az egy lehetőség van, aki tényleg ebből szeretné élni, és itt képzeli el a jövőjét. És engem megkeresett a Fehérvár, és ugye sajnos szinte gondolkoznom se kellett rajta, mert teljesen más feltételeket tudtak biztosítani, mint akkor bármelyik klubban az országban. És ez egy évtizedes, sőt, ugye igazából több, de hogy a hoki karrierben egy évtizedes távollét volt a Fraditól, viszont a fradizmus azt gondolom megmaradt. Ezt hogy lehetett Fehérváron megélni a fradizmusodat? Ilyen hülyén kérdezzem ezt meg. Hát természetesen folyamatosan követtem a ferencvárosi jégkorongot, ugye akkor már inkább csak a jégkorongot, és azért nem volt jó látni, hogy tényleg egy ilyen kaliberű klub, és az ország legnagyobb klubja, és van egy szakosztály, ami eléggé szenved, és azért ez kívülről elég rossz volt nézni, mindig figyeltem, hogy áll a Fradi. Abban az időben azért nem a legszebb emlékek vannak a Fradiról. És hogyha valahol Fehérváron van egy Volán Szív nevű műsor, abba hívhatnának téged? Van hely a szívben a Fehérvárnak és a Fradi mellett? Hát ugye nincsen ilyen, de természetesen én a szívemet, lelkemet kiraktam a pályára, szóval amikor fölmentem a jégre, akkor mindent ott hagytam, és eléggé érzelmekben gazdagon játszottam, sok érzelemmel. Ezért is lehetett az, hogy volt azért nem egy olyan fogás, úgymond, amit ott annó még gyerekkorom az NHL-ből estem, ugye itt a verekedésekre gondolok. Ugye nagyon érzelmesen, és tényleg mindent odaadtam. Ja, nem is Volán Szív, meg lehet, hogy még nem is Fradi Szív, de maga az akarat, meg az a küzdés, az folyamatosan bennem volt a sportolói pályafutásom alatt. Akkor maradjunk itt ennél, mert te is kimondtad a Fradi Szívet. Nyilván ez a műsorunk címe, és ez az egyik központi gondolat is, hogy ezt valahogy próbáljuk meg körülírni. És ti is nagyon sokszor használtuk, ugye benne van a szlogenetekben is, hogy keményen Fradi Szívvel. Hogy tudnád megfogalmazni ezt a Fradi Szívet? Mit jelent ez? A gyerekkoromból ismerkedtem meg vele, amikor jártam a foci meccsekre, meg a hoki meccsekre, akkor mindig, amikor a Fradi ugye vesztésre át volt, tehát a 10 perc, és akkor mondták ott a felnőttek, hogy na majd most a Fradi Szívvel majd visszajövünk, és nagyon sokszor ez, jó tapasztalataim vannak gyerekkoromból erről, hogy tényleg nagyon sokszor ez sikerült óriási küzdésre visszajönni egy-egy meccsbe, megnyerni azt a mérkőzést, és én ott találkoztam vele először. És ugye ezt rá lehetne fogni arra, hogy ez csak egy nagyon komoly hozzáállás a sporthoz, nyerni akarás, küzdés, de aki ide jön a Fradiba és érzi, hogy a klub tényleg mennyire összetartó, és ez az még egy, meg mennyire fontos, meg tényleg az ország legnagyobb klubja, mert mennyire reflektorfényben van, az érzi, hogy az még egy ezen a plusz akarása meg tud egy picit nyomni és egy picit lögni, és én azt gondolom, hogy ez a Fradi Szív. Úgy látod, hogy ezt érzik is a srácok? Itt most nem Nagy Gergőre gondolok, meg nem rád gondolok, hanem akik mondjuk ide jönnek egy évtizedes miskolci, vagy dunaújvárosi karrier után, vagy akár külföldről, nekik hogy lehet ezt átültetni, vagy hogy lehet ezt átadni? Én azt gondolom, hogy ezt abszolút érzik, eleve olyan karakterű játékosokat szerződtettünk, akik küzdenek, csúsznak, másznak a jégen, és tényleg mindenüket odaadják a csapatért, a társakért. És szerintem ez az alapja, akinek ez nincs meg benne, az nem is fogja érteni, hogy mi egy Fradi Szív.
És az a plusz, amit megint mondom, amit a klub körül van, az fel tudják fogni, ugye voltak ők is nagyon sok foci meccsen, látják, hogy milyen szurkolás van, látják, hogy milyen fanatikusok a szurkolók, látják itt a mi meccseinken, hogy milyen fanatikusok a szurkolók, és ugye ezt érzik. Most egy picit még előre rohanva a bajnokság megnyeréséhez, amikor körbe mehetünk a stadionba, a foci stadionba, és mondták ők is, a külföldiek is, hogy ez más, mert ez nincs sehol szinte, akár Európáról is beszéltünk, de Magyarországon biztos, hogy mondták, hogy nem tudtak volna olyan klubba elszerződni, ahol ez megvalósult volna. Ugye nincs olyan klub, aki ezt meg tudta volna valósítani, hogy egy ilyen győzelem után, egy ilyen magyar bajnoki cím után, ennyi néző előtt utána a foci stadionban is ünneplik őket, szóval ez itt azért lehet érezni, hogy ez nem az a hétköznapi, meg nem az a mindennapi klub. És természetesen, amikor volt felkészülésünk, a szezon elején egy pici történelmi órát tartottunk közösen, és ott is azért ezeket az élményeimet nekik is elmondtam, a külföldieknek is, ugye a magyar srácoknak is. A magyar srácok lehet, hogy már tudták, vagy ismertek engem, de az volt a cél, hogy mindenki megismerje, hogy tényleg mit jelent az, hogy itt a Fradiba játszani, és mit jelent ez a Fradi szív. Zárásként egy nagyon nehéz kérdés. A Kéziseknél nagyon látható, hogy abszolút az utánpótlásra támaszkodnak, és ugye a felnőtt csapatnak is X része mindig saját nevelésnek kell lennie. Tudom, hogy a jégkorong más már csak azért, hogy a saját létesítmény sincs meg, hogy nagyon az alapoktól is elkezdett kezdeni dolgozni. De van a fejetekben egy olyan terv, hogy majd a Fradi ismét a saját bázisára tudjon építkezni? Természetesen, ugye ez mindig az a... az a leglogikusabb lépés, a saját utánpótlásból felépíteni a felnőtt csapatot. Eleve egy olcsóbb lépés, és nem kell, ugye most itt a hokiban nincsen ilyen óriási átigazolási pénzek, mint a fociba, de vannak nevelési költségek, ami ugye a focihoz nem érdemes hasonlítani, de az is a mi szintünkön azért komoly összegeket kell kifizetni természetesen. Az a terv, azért hoztuk ugye Dom Mekedemet az utánpótlás élére, aki egy NHL győztes edző, és ő felügyel most az utánpótlásért, és pont azért van ő itt, hogy egy olyan utánpótlásunk legyen, akiből utána majd tudunk szemezgetni természetesen, és olyan hokisok jönnek ki, akit be tudunk építeni a felnőtt csapatba, teljesen egyértelmű, hogy ez a célunk. Ezért van ő itt. Természetesen, ahogy említettem, voltak azok a sötét évek itt a Fradinál, amikor nem sikerültek úgy a dolgok, természetesen az utánpótlás is emiatt hanyatlott. Szóval ez nem lesz egy rövid folyamat, ez teljesen egyértelmű, remélhetőleg egy jó pár év után már lehet építkezni, és lehet arra építeni, hogy jönnek fel olyan srácok az utánpótlásból, akik a Fradiban nevelkedtek, és talán már ők is egy picit jobban átérzik, hogy milyen egy Fradiba jégkorongozni. Kiváló végszó, nagyon szépen köszönöm az interjút, szurkolni fogunk a csapatnak, meg az utánpótlás építésnek is. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten is lesz Fradi szív, addig ne felejtsék el követni a Facebook oldalunkat, és ezt a videót is megtalálják például a YouTube-on is, amit szintén lehet követni. A viszontlátásra!